ünnepi és egyben jubileumi koncertet is adott Tamás Éva játéktára a Bécsi Széchenyi téren. Az együttes ugyanis idén ünnepli alakulásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból léptek színpadra a művészek, és adták elő az elmúlt évek alatt megszületett dalokat. Én azt gondolom, hogy talán most egyszer az életben tudok magamra egy picit büszke lenni, mert én 15 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy ennyi időt megér, vagy ha meg is ér ennyi időt, de hogy ennyi nagyszerű emberrel hoz össze, és hogy az alkotó folyamatok azok annyira szépek, és annyira tömények, és bárki bármennyi ideig volt velem együtt ezen az úton, mindig megtaláltuk a közös hangot, és azt gondolom, hogy nem csak a dalokban, hanem a dalokból a történetekben is annyira szép pályát futott be a játéktár, hogy én ma este ezen a színpadon 11 zenésszel együtt teljesen új lendületet kaptam, mintha talán most kezdeném, és szerintem körülbelül annyira izgultam, mintha most kezdeném. Nem annyira számítanak a számok, csak az érdekesség kedvéért próbáltam egy pici statisztikát csinálni, és hogy 15 év alatt 900 élőzenés koncerten túl vagyunk, és 2600 fölött van a gyerekfoglalkozásaink száma, és ha csak az elmúlt pár évet tekintem, akkor sok száz gyereket táboroztattunk már. Volt most olyan a nézőtéren, akit így kiszúrtam, aki a 21-22 éves lehet, és talán 2 volt, mikor mi elkezdtünk vele foglalkozni, és nagyon sokáig volt velünk. Nagyon sok olyan gyerek van, akit nem csak 2-3 évig, hanem akár 5-10 éven keresztül is velünk van, és bejár velünk egy utat. Különösen így, hogyha emberek között vagyunk, és hogyha emberek egymással, egymás mellett tudunk jó dolgokat csinálni. Mi ezt igyekszünk megtanítani a gyerekeknek, hogy higgyenek abban, hogyha együtt dolgozunk, hogyha együtt gondolkodunk, akkor csodás dolgokat lehet alkotni. November már fagyott lehel, nagy kabát van tizenöt, decemberi szép ünnepen karácsonyfa díszelet. Megpróbáltam egy ilyen kis időutazást létrehozni a koncerten, nem csak karácsonyi dalok voltak, hanem dalszerzők szerint állítottam össze, hiszen az első dalokat Bogárdi Alíz írta, aztán majd Babarczi Bulcsú, Bükösdi Gábor, és akkor jöttek a többiek, Ettlinger Misi, Posgai Tomi, Baksa Peti, akikkel nagyon hosszú ideig és elég komoly alkotó munkát végeztünk, hiszen velük kezdtünk el saját dalokat írni, saját szöveg, saját zene, és most már 3 olyan lemezünk jelent meg, ugye, ami saját dalos. A legutolsó már a zenekar friss tagjaival, akik már szintén 3 évesek, Tóth Ámos és Víg Robi. És megpróbáltam úgy felfűzni ezt az egész koncertmenetet, hogy a kis alkotás történet legyen, és hogy milyen dalokból hova jutottunk, hogyan fejlődtünk szövegekben, hogyan fejlődtünk zenében, és a korona pedig az volt, amikor mindenki egyszerre színpadon állt, ugye a több hegedűs hölgy, Murányi Zsófi is, illetve László Varga Judit, aki rendszeresen játszik velünk, továbbá a Csurgó Zenekar frontembere Siklósi Krisztián, aki egyszer megmentett minket egy koncerten, ugyanis valami miatt Bogárdi Alíz nem tudott eljönni, és egy félórás próbával beugrott a mi koncertünkbe, és úgy gondoltam, hogy itt van a helye köztünk egy ilyen szép eseményen. Továbbá Bánhalmi Zsolt, aki pedig Kahonnal, illetve Ütősökkel volt jelen, akivel a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozom együtt. De azt gondolom, hogy nagyon sok száról érkeztünk, van, aki azóta továbbment, viszont például Bogárdi Alízzal ugye a megalakulás óta töretlen az együttlét és az együttzenélés és az együttalkotás. Én nagyon-nagyon megbecsülöm azokat az embereket, akik valaha is velem voltak ebben az úton, és velem együtt hittek abban,
hogy a játéktárnak van létjogosultsága, hogy ennek a fajta interaktív koncertnek, közösségi élménynek mindig is szerepe lesz, és mindig is fontos lesz, hogy a gyerekek, a családok ilyen szép élményeket kapjanak. Hálás kis szívem megvan mindenem, élet és nevetés, nap mint nap szeretés.